Miután felrobbant egy gázpalack, az épület tetőszerkezete is lángra kapott. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője Szabó Bisztricanett elmondta, egy családi ház melléképületében keletkeztek a lángok, ahol a felhalmozott limlomok, faanyagok égtek. A tűzoltók több járművel érkeztek a helyszínre, és mivel feltételezhetően voltak még gázpalackok az épületben, kívülről oltották a tüzet. Székesfehérvári hivatásos tűzoltók több járművel érkeztek a helyszínre. A családi házzal egybeépített melléképületben keletkezett tűz. A tűzoltók azonnal megkezdték az oltást. A melléképületben felhalmozott villamok, használaton kívüli tárgyak, faanyagok égtek. Az oltási munkálatok közben egy propánbután gázpalac felrobbant, melynek következtében a lángok átterjedtek a melléképület tetőszerkezetére. A ház tulajdonosát letaglózták a történtek. Zsolnai Károly azt mondta, a tűz azután keletkezett, miután ő fát tett a kazánba, majd a radiátorokban durranást hallott. A férfi a nemrég elhunyt élettársának fiával lakik a házban. Tettem rá a tűzre fát, aztán letyúgtam a húzatját neki, hát amennyire lehetett, szükítettem. Ennyi. A többit nem tudom, hogy honnét került oda a helyzet. Hogyan gyulladt ki, mi gyulladt ki, vagy nem tudom. Semmit nem tudok. Aztán akkor, amikor ezt hallottam, a csattanást bent a izébe, ugye már a fém az hozza a radiátornak a rendszere, kigyűjtöttem, akkor láttam egy nagy mennyiségű füstöt. Az oltást az egyenruhások félpályás útlezárás mellett végezték. A tűzben nem sérült meg senki.